Újraindul a hétfőtől a fogászati ellátás. Meg tudnak-e felelni a rendelők az előírásoknak? Mit kell betartani és hogyan? Működhet-e a távgyógyászat a fogászatban? Három nézőpontot ismerünk meg a Magyar Orvosi Kamara, a fogszakorvos és a klinika oldaláról. Mozgalmas hétvégéjük lesz az egészségügyi szolgáltatóknak, ha meg akarnak felelni a legújabb kormány rendeletnek, miszerint hétfőtől újra kell indítaniuk a betegfogadást. A csütörtök éjjel megérkezett levél számos feltétel megteremtését várja el a magán és a közfinanszírozott szolgáltatóktól. Amire csak lehet, az ellátók alkalmazhatják a távkonzultációt, a kockázatos helyzetekben kötelezően el kell végezniük a betegeken a koronavírus diagnosztikai vizsgálatot. Hétfőtől korlátosan, de újraindíthatják az egészségügyi ellátások jó néhány szegmensét, így a házi orvosi, valamint a fogászati ellátást is. Az ellátó helyre belépőknél láz- és rizikófelmérést kell végezni. Egy óra alatt legfeljebb 4 beteg vizsgálata történhet meg. A rendelőkben biztosítani kell a betegek közötti másfél méteres távolságtartást, továbbá előírták a betegfogadó helyiségek rendszeres fertőtlenítő szeres takarítását a dolgozók számára, a fertőtlenítés és a szükség szerinti védőeszközök, gumikesztyű, védőköpeny és szájmaszk biztosítását. A magas kockázatú ellátásokat például az arc álcson sebészeti és az arra szól képződéssel járó fogászati beavatkozásokat kizárólag negatív PCR eredménnyel rendelkező betegnek szabad nyújtani. Azaz, minden ilyen esetben a betegnél kötelezően el kell végezni ezt a tesztet. Kérem szépen, ez a rendelet, ami éjszaka érkezett meg az éjszaka leple alatt. Beszélgető társaim pedig dr. Kárász Anikó, fogszakorvos és a MOK, Magyar Orvosi Kamara főtitkára. Köszönöm, hogy velünk tart. Dr. Gáspár Lajos fogorvos, a Gáspár Dentál tulajdonosa, aki, ha jól tudom, igazságügyi szakértő is. De most elsősorban a klinikai oldalról, illetve az oktatási oldalról fogom őt foggatni. És itt van velünk dr. Sidó Levente, szájsebész, szakorvos, implantológus, akiről kinyomoztam, hogy a Magyar Honvédség Központi Honvéd Kórház fejnyaksebészeti osztályán is dolgozik, tehát ha úgy tetszik, akkor a frontvonalban is látja és hallja az eseményeket. Úgyhogy nagy tisztelettel rögtön... Igen. Mindenkinek megköszönöm, hogy így május 1-én a munkanapján velem tartanak, és egy picit dolgozunk így együtt. Tehát annyira friss ez a rendelet, hogy muszáj volt reagálni rá. De mielőtt belecsapnánk a rendelet elemzésébe, Leventéhez hadd forduljak gyorsan egy kérdéssel, hogy mi a helyzet a frontvonalon? Tehát ha úgy tetszik, akkor ahogy a lányraigényekben szokott lenni, a szanitécet a frontról kérdezem, hogy mi újság, mi történik most? Valóban berobbant-e a járvány? Ugye május 3-ra tervezték ezt. Értem. Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye én ezekben az időkben ügyeleti ellátásban veszek részt a Honvéd Kórház szájsebészeti osztályán, úgyhogy így tudok némi belső információt, vagy hát belső helyzetképet adni arról, hogy mi zajlik a kórházban. Egyfelől én azt gondolom, hogy remek jól szervezett a betegeknek az áramlása. Ugye itt most az a fő kérdés általában, hogy ki az, aki esetlegesen koronavírussal fertőzött, ugye milyen ellátást és milyen módon tud kapni, mi legyen a betegeknek az útja, hogy a szakorvoshoz eljussanak. Ugye nálunk a sürgősségi osztályon keresztül érkeznek be a páciensek, ugye, ahol megtörténik a koronavírus szűrés. Azért főleg az ügyeleti időről beszélnék, hiszen azt gondolom, hogy most, hogy az alapellátók kevesebbet dolgoznak, illetve kevesebb kezelésre van lehetőségük, azt látjuk, hogy azért fokozottabbá válik, hogy a beteget tovább kell küldeni. Tehát szerintem ez egy érdekes kérdés lehet, hogy mi történik a beteggel, ha alapellátóként mondjuk a fogorvos a szájsebészetre irányítja, ugye ilyenkor a beteg a sürgősségi osztályon kezd, a mi szakorvosaink itt a sürgősségi osztályon vizsgálják meg először a beteget, miután ugye a COVID-szűrés megtörtént, és a talált klinikum, illetve egyéb vizsgálatok alapján döntjük el a sürgősségét az adott betegségnek. Ugye van olyan páciens, akinek sürgős műtétre van szüksége, őnekik rendelkezésre áll COVID műtő, nagyon szigorú rendszabályokkal, illetve van olyan, akinél kevésbé sürgős a műtéti ellátás, ilyen esetekre rendelkezésre áll COVID-mátrix.
azoknál, akiket sürgősséggel megoperáltunk, és utána ugye a gyógyító osztályra kerülnek, ahol értnek a tisztelti elkülönítésben vannak, ugye akik a COVID osztályról jutnak az intézménybe, vagy hát a gyógyító osztályra, őnáluk ugye gyakorlatilag ez a készülés megvan. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a kórházon belül nagyon jól megoldott az, hogy a fertőzés terjedésének hadd kérdezzem meg, hogy a Magyar Orvosi Kamarának így az elmúlt időszakban volt-e ezzel kapcsolatban bármilyen központi tevékenysége? Olvastam sokféle protokollt, néhány nappal ezelőtt dr. Valom Andrással beszéltünk is arról, hogy ő végignézte a francia protokollt, különféle amerikai protokollokat vizsgált meg, és aztán ő maga is összeállított egy ajánlást. Viszont a Magyar Orvosi Kamarának a weboldalára, ha fölmegyek, akkor az április 11-i EMMI által kiadott ilyen kézikönyv az utolsó koronavírus járvány kezelésével és az infekció kontroll kapcsolatos utolsó nyilatkozata vagy megszólalása a Magyar Orvosi Kamarának. Szóval zajlik a kamaránál ilyen protokoll kidolgozása? Anikó? Hát én azt tudom mondani, hogy ugye március közepén kihirdették a vészhelyzetet, és ugye erre reflektálva mi csak sürgősségi ellátást nyújthattunk, ezért is történt a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozata részéről egy végül is kidolgozták, hogy milyen módon tudjuk a tevékenységünket folytatni. Most azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban én sem tudok mit mondani konkrétumot, tehát nekünk tegnap előtt szerdán volt egy elnökségi ülésünk a kamarába, ahova Horváth Ildikó államtitkár asszony is becsatlakozott pontosan azzal kapcsolatosan, hogy lehet újraindítani nem csak a fogászatot, hanem a teljes egészségügyi ellátást. Mindenki elmondhatta a saját szempontjait, nyilván én a fogászatra vonatkozóan mondtam el az én nézőpontomat. Minket is derült égből villámcsapásként ért ez az egész történet, hogy egy hosszú hétvége előtt azt mondják, hogy 3 nap múlva álljunk vissza a frontvonalba. Ugye eddig, ahogy Levente is említette, ugye az alapellátó fogászatok sürgősségi ellátást végeztek, tehát ugye le voltunk tiltva az aeroszol képző tevékenységekről. Tehát magyarul mit csinálhattunk? Fogat húztunk, illetőleg gyógyszert rendeltünk. Már gyökérkezelni se nagyon-nagyon mertünk, mert ugye ennek sem voltak meg a feltételei egy csomó helyen. Ugye azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy mi biztonságosan tudjunk aeroszol képzéssel történő tevékenységet védezni, megfelelő védőfelszerelésre lenne szükség. Ez viszont nincs. Ugye kihirdették a vészhelyzetet március közepén, a 18/1998-as népjóléti miniszteri rendelet szerint egy ilyen helyzetben kormányhivataloknak kötelező biztosítani a védőfelszerelést. Ez igazából, hát hogy is fejezzem ki magam, többé-kevésbé történt csak meg, de gyakorlatilag vagyunk néhányan, akik kaptunk valamennyi sebészi maszkot, de olyan védőfelszerelést, ami mondjuk egy FFP2-es, 3-as maszk, vagy akár egy overall, vagy egy vízlepergető köpeny, tehát ugye ilyenről szó nincs. Tehát ezért vagyunk egy picit, hát tanácstalanok, hogy hétfőtől hogy tudnánk egyáltalán úgy indulni, hogy mi meg tudjunk felelni az infekciókontroll szabályainak, mert mindezekkel, amit itt elmondtam, mi nem rendelkezünk. Hadd kérdezzem meg a magánpraxisok világából a Gáspár doktort, hogy én úgy tudom, hogy azért a Gáspár Dentálban számtalan felkészülési kérdésről beszéltek már, sőt képzésük is volt arra, hogy hogyan lehet újraindulni. Tehát, hogy mintha önöket nem lepte volna meg annyira ez az újraindulás, és erre mintha már készültek volna régóta. Jól tudom ezt, hogy itt meg komoly készülődések voltak? Sok szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat. Mi igyekeztünk mindig előre gondolkodni, és én is most olyan május 25-e körüli terveken dolgozom. Amikor a március 15-e környékén a nagy változások bekövetkeztek, akkor mi egy hétre bezártuk a klinikát, a Gáspár Medical Centert, egy hét alatt fölkészültünk a sürgősségi ellátás feltételrendszerére,
kinyitottunk. Most is jelenleg a sürgősségi ellátásnak megfelelő feltételrendszerben dolgozunk, tehát van overall, van plexi állarc, van FFP2 masz, sapka, szemüveg, elszívás, tehát nagyon sokféle feltételnek megfelelünk, és a terveink szerint május 4-től 25-ig fogjuk fokozatosan még magasabb szintre az úgynevezett kiemelt infekció kontrollnak a bevezetésére átalakítani a klinikát, ebbe beleértve az aerozol eliminációnak a különféle módszereit is bevezetjük gépekkel, illetve különböző eljárásokkal, illetve kidolgozzuk azokat a még nem egészen tisztázott, mint igazságügyi szakértő, mondhatom, hogy nem egészen tisztázott jogi feltételeket, azoknak a különböző jogszabályoknak a harmonizációját, ami ahhoz szükséges, hogy nyugodtan el tudjunk indulni, tudjuk, hogy pontosan milyen feltételek között, milyen tevékenységi listát lehet, még az is hozzátartozik, hogy milyen anyagi feltételek mellett, mert ezek a feltételek, amelyek a kiemelt infekciókontrollhoz szükségesek, ezek jóval magasabb költségberuházást igényelnek. Én több mint 1 millió forintot költöttem idáig a védőeszközökre, de még csak félúton tartunk, mert a gépek beszerzése az 1-2 héten belül következik, ami további nagyobb összegeket jelent. Én azt gondolom, a legfontosabb, ha most egy üzenetet szeretnénk összeállítani, hogy itt egy szemléletváltásról van szó. A időszámításunk előtti 400-tól számíthatjuk az orvostudománynak a létét, akkor kialakult egy ókori szemlélet, ami 1847-ig tartott, amikor az úgynevezett alkalmazott orvostudomány kialakult. Itt Semmelweisnek nagy jelentősége van az ő kézmosási technikájával, és az orvosi szemléletet megváltoztatta. Ez a szemlélet egészen a II. Világháborúig tartott, amikor kialakult a modern medicína, és 1986-ban jött egy újabb nagy változás az AIDS-nek a bejövetelével, mert addig csupasz kézzel dolgoztunk. Én a szájsebészeti klinikán a Mári utcában az én hallgatóimnak, mint a Anikó is például, a Spaszo Kukocski Kocsergin körömkefével történő kézmosást tanítottam ritoszettel, és tisztítottuk a kezünket, és csupasz kézzel végeztük a műtéteket. Ez Leventének valószínűleg meglepő, az ő korosztálya nem tudja elképzelni, egy bölcsességfogat ki lehet operálni csupasz kézzel, már pedig akkor így dolgoztunk. És 1986-ban az AIDS bejövetelével mindnyájan kesztyűt vettünk, maszkot vettünk, bekerült egy újabb infekciókontroll szisztéma, egy új szint jelent meg, ami tartott egészen 2020. március 18-áig. Újabb szemléletváltásra van szükség, és amit szokták a kollégák egymás között mondani nálunk a klinikán, hogy a szkafanderbe beöltöztetjük a főnököt, mert ugye plexiálarc, overall, vízlepergető, zárt szemüveg, FFP2 maszk, illetve a következő nagy feladat, aminek csak félig meddig tudtunk még idáig megoldást találni, az aeroszolnak a eliminációja. Hadd kérdezek rögtön egyet, ide kiraktuk a képernyőre, a nézők látják, a beszélgető társaim sajnos nem, mert a Zoom nem engedi át, de kiraktuk ezt a rendeletet, ami az éjszaka leple alatt érkezett meg, illetve ezt a levelet, ami ezt tartalmazza. Hadd forduljak elsőként Leventéhez, hogy te olvastad ezt a levelet, ugye? Volt már a kezedben. Igen. Jó, mi volt az első gondolatod, hogy hétfőtől indul a daráló, és akkor megint mehetünk, hajrá? Hát én ennél azért sokkal óvatosabb lennék, ugyanis mi szerintem ebben is abszolút a fokozatosság elvére kell törekedni, illetve azt nem szabad elfelejteni, hogy az, hogy egészségügyi szolgáltató, most beszéljünk alapellátóról, magánellátóról, mindegy, az nem feltétlenül ugyanazt a lehetőséget akarja az infekciókontroll szempontjából. Tehát én nagyon nehezen tudnék mondani most, de szerintem senki se tud, olyan ajánlást, ami minden egyes rendelőre vagy szolgáltatóra igaz lehet. Mert ez abszolút eltérő, hogy egy többszékes rendelőben hogyan tudok egy infekciókontrollt megvalósítani, vagy egy egyszékes rendelőben, vagy egy intézményben, egy olyan helyen, ahol zsiliprendszer van, függhet az egész a váró méretétől, a rendelő elhelyezkedésétől,
Tehát én magamban, amikor ezt a levelet elolvastam, akkor azt mondtam, hogy rendben van, a rendelkezést azt értem. De azon még nagyon sokat kell gondolkozni és finomítani, és egyediesíteni, hogy hol, mit és milyen lépésekkel lehet bevezetni. Tehát szerintem az őrületes hiba lenne, hogyha ezt úgy értelmeznénk, hogy hétfőtől hajrá csiszoljuk a körhidakat, mert az milyen jó, most már semmi veszély. Tehát pont, hogy most kell volna. Hadd kérdezek rögtön akkor ide egyet, mert volt szerencsém Tóka doktorral és Olam doktorral is beszélgetni az elmúlt napokban, és mind a kettőknek feltettem azt a kérdést, hogy tippeljék meg, mi lesz az a dátum, és itt jöhet egy év, egy hónap és egy nap, amikor az első páciens már mondjuk úgy, hogy normál üzemben beléphet a rendelőbe. Most picit azért felborította ezeket a válaszokat ez a tegnap éjszaka megérkezett levél, de szívesen vennék mindhárom beszélgető társamtól egy-egy választ erre, elsőként Anikóra nézek, hogy mi lesz vajon az első olyan nap, amikor tényleg be fog lépni az első páciens, mert az, hogy a rendelet most azt mondja, hogy hétfőtől lehet jönni, az nem jelenti azt, hogy egyébként erre fel is vagyunk készülve. Mi lenne ez a dátum, Anikó szerint? Hú, ezt jó lenne, ha meg tudnám mondani. Egyébként, ha engem megkérdeztél volna, hogy mit tippelek, én is úgy gondoltam volna, hogy igazából május vége, június eleje fele lett volna egyébként az a optimális időpont, amikor esetleg az ember vissza tud térni a normál kerékvágásba. De hát ezt azért nem tudom megmondani, mert tehát mi alapellátók borzasztóan rossz helyzetben vagyunk, hogyha mondjuk összehasonlítom magam Gáspár doktor úrékkal, mert ugye mi közfinanszírozottak vagyunk. Tehát mi jelen pillanatban 320 forintért húzunk fogat, 1700-2000 forintért csinálunk egy tömést, tehát a mi finanszírozásunkban, ezt egyébként tegnap előtt elmondtam az államtitkár asszonynak is, hogy nincs beépítve, amit Gáspár doktor úr úgy apostrofált, hogy kiemelt infekciókontroll, tehát mi ezt egyszerűen nem tudjuk korrekten megvalósítani. És valóban ott a másik, hogy egyrészt magunkat is nagyon nehezen tudjuk, illetve az egészségügyi személyzetet megvédeni, másrésztről meg valóban, tehát ugye az aeroszol képződés miatt itt olyan légtisztító berendezéseket kellene beszerezni, ami ugye eddig eszünkbe se jutott, hogy így fejezzem ki magam, ami hát azért ez jelentős költség. Tehát ugye ki tudja ennek a fedezetét biztosítani, ki fogja ezeknek a fedezetét biztosítani, hogy mi biztonságosan tudjunk betegellátást működtetni, úgyhogy mindenféle tevékenységgel. Bocsánat, hadd kérdezzek ide bele rögtön egyet. Nem tudok sajnos, de azért nem tudok erre a kérdésre konkrétan válaszolni, mert most ha belegondolunk abba, hogy most azt mondják, hogy oké, hétfőn menjünk el. Hát másfél hónapja nem használtam én például a fogászati kezelő egységemet, csak világításra, tehát nem használtam a turbinát. Tehát ugye itt az egész rendszert át kellene tisztítani, itt gondolhatunk a legionellára, ugye, mint infekciókontroll. Tehát ugye először is egy szerelőt kellene kihívni, hogy nézze át az egész rendszert. Ugye a desztvizet azt én például kiöntöttem, de azt is csak néhány hét után. Szerintem az is valószínűleg ott el van tömeszelődve. Szóval nem tudok erre a kérdésre válaszolni, és mondom, a legnagyobb bajunk az nekünk alapellátóknak, hogy jelen pillanatban nem látjuk azt, hogy tudjuk megteremteni annak a fedezetét, hogy mi meg tudjunk felelni azoknak a kiemelt infekció kontroll elvárásoknak, ami bizony most a COVID kapcsán ugye hát meg kellene, hogy legyen. Bocsánat, hadd tegyek ide rögtön be egy kérdést, mert ugye itt a pénzről elkezdtünk beszélni. Elsőként Gáspár doktort hadd kérdezzem meg, hogy mennyibe kerül egyébként ez? Tehát most ez a kiemelt infekciókontroll, ez egy nagyon szép kifejezés, de mennyi forint van mögötte? Tehát amikor ezt kimondjuk, akkor egy rendelőnek, hogy erre tisztességesen fel tudjon készülni, meg tudjon felelni a rendeletnek, és majd a jövőben ez mint egy szabványt be tudja vezetni, az mekkora beruházást igényel vajon? Egy praktikus oldalról szeretném megközelíteni a kérdést. Az utolsó, amit Misi kérdezett, az általános, hogy olyan 8-9-10 ezer forint infekciódíjat kérnek a fogorvosi rendelők nagy része, akik ezt a kiemelt infekciókontrollt megvalósították. Tehát nálunk is először 20 ezer forintot kértünk, mert nagyon drágán tudtuk beszerezni az első héten a különböző
védőeszközöket, utána ezt levittük, most már 9000 forint nálunk is, körülbelül így lehet mérni. Az, hogy be tudsz szerezni több száz overallt, több száz maszkot, kesztyüket, azt a rengeteg fertőtlenítőszert, ezt én azt gondolom, hogy ki fogjuk számolni szombatra, tehát valószínűleg tudunk egy jó megközelítést adni, de úgy gondolom, hogy egy ilyen 10-15%-os áremelés magában hordoz ennek az új szemléletnek a bevezetése, és ennek az új szisztémának a működtetése. És a Misi azt kérdezett, hogy mikor tudunk visszatérni a normál kerékvágásba, azt mondom, hogy soha. Tehát a normál kerékvágásba, ami volt előtte, hogy bejött a páciens, és leült a székbe, és úgy elkezdtük kezelni, hogy volt egy maszk rajtunk, meg egy vizsgálókesztyű, és semmi egyéb, erre soha többet visszatérni úgy gondolom nem lehet. Ez az én meglátásom, és tekintettel arra, hogy például, ha megnézzük a 2016-os rendeletet, ami az Epidemiológiai Intézet és a Szakmai Kollégiumnak a közös infekciókontroll kézikönyve, amely rendelkezik tulajdonképpen az éces, a TBC-s és egyéb hepatitiszes betegek kezelése kapcsán az infekciókontrollról, ott elég jól megközelíti a jelenlegi kiemelt infekciókontroll rendszert, csak ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy annak a megvalósítása úgy történt, eddig is megkezeltünk mi is éces betegeket, hogy a rendelésben az utolsó betegnek hagytuk, előtte-utána nagy takarítás, dupla kesztyű, dupla maszk, dupla felszerelés mindenből, és ez egy különleges dolog volt. A következő időszakban pedig úgy tűnik a jelenlegi körülményekből, hogy szinte minden beteget így fog kelleni kezelni, ennek pedig csak akkor tudunk megfelelni, ha megváltozik a szemléletünk, és tudomásul vesszük, hogy a fogászat is egy új korszakába lépett, és 2020. március 15-e előtt, ami volt, az a múlt, ami utána jön, arra most felkészülünk, és ha Anikóval egyetértek, május végére körülbelül felkészülünk annak a készültségi szintnek, amit el tudtunk érni, és annak a készültségi szintnek megfelelően tudunk majd vállalni tevékenységeket. Ha lesz nagy teljesítményű exhaustorunk, ami egy UV-lámpán keresztül sterilizálja a levegőt, és steril levegőt juttat vissza a rendelőbe, vagy lesznek olyan eszközeink, amelyek a rendelő levegőjét sterilizálják, nekünk már 5 ilyen készülékünk van, amely folyamatosan működik a levegő sterilizálásra. A beteg belép, mielőtt belépne a recepcióra, már hőmérsékletmérés. Azonnal maszkot adunk rá, azonnal köpenyt adunk rá, kitölti a COVID kérdőívet, kitölti a normál anamnézis lapot, nem hoz kísérőt, ha kísérő jön, azt kiküldjük a körfolyósóra sétálgatni addig. Tehát rengeteg olyan magatartás szabályt kell elsajátítanunk, megtanulnunk, kidolgoznunk, és kiválasztanunk azokból a protokollokból, amit említettem az előbb, hogy a május 9-i tanfolyamunkon legalább 12 olyan protokollt fogunk bemutatni, amely a különböző országokban működik, és ebből mindenki a saját rendelőjének, a egyedi adottságainak megfelelően tudja összeállítani azt, hogy az ő rendelőjében ezekből mi az, amit meg tud valósítani, és amit ebből meg tud valósítani, azt tudja bevállalni. Bocsánat, hadd kérdezek ide rögtön bele egyet. Azt olvasom az egyik cikkbe, ami részletesen foglalkozik ezzel, ami előttünk áll, hogy magas kockázatú ellátásokat, például az RSL képződése járó fogászati beavatkozásokat kizárólag negatív PCR eredménnyel rendelkező betegnek szabad nyújtani, azaz minden ilyen esetben a betegnél kötelezően el kell végezni ezt a tesztet. Most így elkezdtem elképzelni, hogy mi is történik a gyakorlatban. És akkor Leventéhez fordulnék, aki tulajdonképpen most is találkozik, azt gondolom, a frontvonalon mindenféle helyzettel. Hogy kell ezt elképzelni szerinted? Hogy fog ez zajlani, hogy a páciens mielőtt beül a székbe, azelőtt leveszik róla a tesztet, akkor az valami gyors labor megállapítja, hogy akkor ő negatív, vagy itt ugyanúgy várni kell napokat, heteket, na de akkor viszont mennyire hiteles a teszt? Szóval szerinted hogy fog ez történni? Pillanatnyilag ugye egyrészt van az, hogy létre, vagy rendelkezésre állnak szerológiai vizsgálatok, vagy PCR vizsgálat, ugye ez a két nagy csoport van, amiben gondolkozhatunk.
A probléma az az, szerintem, és ezért örültem, hogy a gyakorlati részén te is elgondolkoztál, hogy ugye egy ilyen PCR vizsgálat például ugye úgy zajlik, hogy mondjuk 8-10 órát lehetőleg ne egyen a páciens a vizsgálat előtt. Nagyon fontos a megfelelő és szakszerű mintavétel. Utána 24 órán belül van meg ugye az első eredmény, és 48 órán belül a második, és hogyha van két negatív eredményünk, akkor 70%-os biztonsággal jelenthetjük azt ki, hogy ennek a vírusnak a szempontjából negatív az illető. Ugye az is egy nagy kérdés, hogy adott egy magánrendelő alapellátó bárhol a világban, ahol nem áll rendelkezésre ez a PCR gép, hogy vajon azzal beljebb vagyunk-e, hogyha egy másik városba, vagy a városnak a másik részén egy páciens csináltat egy akár negatív tesztet, majd mondjuk két nap múlva, vagy egy nap múlva megjelenik a rendelőben, amíg ő akárkivel találkozhatott, akármilyen kontaktus történhetett. Tehát én azért ezzel egy picit óvatos lennék, hogyha valaki lobogtat egy negatív PCR tesztet, akkor már biztos, hogy rendben vagyunk infekciókontroll szempontjából, pontosan a gyakorlati megvalósítás miatt. Erre marha jó megoldás lenne ez a bizonyos gép, vagy bármilyen ilyen gép, ami ott nekem a rendelőbe azonnyomban megmondja, és nagyon biztosan. Egyébként, ilyen, bocsánat, egy ilyen gépnek a beszerzése, azt gondolom, akkor a rendelőnek a költsége lenne, vagy ez az alapellátásban is egy elérhető eszköz lesz, és mindenki megkapja, nem tudom, alanyi jogon ajándékban? Mi az elképzelés? Vajon az államnak ehhez a PCR vizsgálathoz mi a, hogy mondjam, a támogató magatartása? Kérdezem Anikót, hogy akkor most ha az, hogy PCR eredménnyel rendelkező beteget, negatív eredménnyel rendelkező beteget lehet csak kezelni, ezben az azt is jelenti, hogy akkor az állam vállalja ezeket a vizsgálatokat vajon? Hát ezt kétlem, ugyanis délelőtt, mikor megláttam ezt a rendeletet, én délelőtt fölhívtam az egyik kedves barátnőmet, aki egyébként gyermekorvos, hogy működik náluk ez az egész rendszer, és hát elmondta, hogy igazából ugye ez szűrés jelleggel nem működik olyan szempontból a dolog. Tehát ha megjelenik a rendelőben hogy olyan beteg, aki mondjuk feltételezhetően covidos, tehát olyan tüneteket produkál, akkor ugye ők felhívják a mentőszolgálatot, a mentőszolgálat kimegy, leveszi ugye a mintát, és ugye így zajlik ez az egész. De igazából ez csak akkor működik, hogyha gyaníthatóan, vagy feltételezhetően ugye az a beteg covidos. Tehát az, hogy most ilyen szűrő jelleggel, hogy most valaki elmegy a fogászatra, tehát én nem hívhatom fel a mentőszolgálatot azzal, hogy most szeretne egy tömést az egyik betegem, és akkor le kéne szűrni, tehát valószínűleg körbe fognak nevetgélni engem, hogyha én erre akarok mentőt hívni. Tehát jelen pillanatban egy PCR szűrés az úgy működik, hogy a beteg szépen elmegy egy magánrendelébe, 10-20-30-40-50-60 ezer forintért csináltat egy PCR tesztet. Hát nyilvánvaló, hogy az a réteg, aki mondjuk hozzánk jár, közfinanszírozott fogorvosokhoz, tehát nyilván itt nem a, hát hogy is fejezzem ki magam, tőkeerős betegek szoktak az állami fogászati szolgáltatásba elmenni, mert akkor nyilván ők ha van kellő mennyiségű fedezete, akkor elmegy egy magánrendelőbe, tehát én hogy fogom lenyomni mondjuk a betegek torkán, hogy én ragaszkodom ehhez a negatív PCR teszthez. Tehát nincs megoldva, tehát államilag én nem tudok senkitől egy ilyen vizsgálatot kérni. Tehát magyarul nem tudok mit mondani a betegnek hétfőtől, hogy honnan tud beszerezni egy negatív PCR teszt. Gáspár doktort kérdezem, hogy ezen a képzésen, amit említett, ezen lesz ilyen? Beszélni fognak erről? Mert ahogy hallom, akkor itt tulajdonképpen megint létrejön ez az állami és a magán közötti rendkívüli szakadék, ami amúgy is megvan, hogy ezek szerint az állami ellátásba induló páciens az akkor lesz kezelve, hogyha valahonnan beszerzett magánúton egy megfelelő PCR eredményt. Szóval fognak erről gondolkodni akkor ebben a képzésre felkészülés során? Igen, mindenképpen fogunk beszélni róla, illetve fogjuk értékelni a különböző forgalomban lévő tesztelési eljárásoknak a hatékonyságát. Erre Szlávik János már többször is nyilatkozott és értékelte ezeket az eljárásokat. Én azt gondolom, hogy
nem abban kell gondolkodni, hogy hétfő reggel 9 órára ez megoldódik ez a kérdés, mert ehhez idő fog kelleni. Idő fog kelleni ahhoz, hogy a különböző tesztelési eljárásokból olyanok kikristályosodjanak, ami valóban megbízható, mert manapság az is az egyik fő probléma, hogy vagy akkor tudjuk csak kimutatni, amikor már a beteg 40 fokos láza van, akkor meg minek a teszt, mert ránézek és látom, hogy éppen fertőzött, vagy pedig akkor tudom kimutatni, amikor már elmúlt a fertőzése, akkor meg már minek mutatom ki, ha már meggyógyult. Tehát meglehetősen távol állunk még az optimális megoldástól, de azt gondolom, hogy a fogászatban olyan óriási kérdéseket megoldottunk, mint az amalgám kérdés, amár ma már nem is beszélünk róla, lefutott dolog, pedig az annak idején, amikor évtizedekkel ezelőtt, amikor ez egy központi dolog volt, akkor nagy viták, vagy a fluor kérdés. Tehát rengeteg olyan dolog van, amikor hosszú idő kell hozzá, hogy ez a helyére kerüljön. Én azért említettem az elején, hogy a különböző jogszabályok, különböző rendeletek, sőt még az egészségügyi törvény figyelembevételével ennek a harmonizációnak, a gyakorlatba való alkalmazhatóságának, az életszerűségének kell egy kis idő, hogy ki fog alakulni. Ha szükséges, biztosan lesznek változtatások rajta, mert olyan rendeletet, ami nem életszerű, nem lehet végrehajtani. Én ezért is mondtam, és most is ugyanezt a dátumot tudom mondani, hogy május végéig egy felkészülési időszak, ebben az időszakban tisztázódnak számos dolgok, meglátjuk, ki meddig tud eljutni akár magárendelő, akár közfinanszírozott rendelő, és amilyen szintre el tudott jutni az infekciókontrollal, a technikai felkészültséggel, annak a szintnek megfelelő feladatokat tud vállalni. Azt gondolom, ez a reális. Tartozom még egy válaszadásra a Leventének, mert hogy hallottuk a május végét a Gáspár doktortól, a Kárasz Anikó is egy május végét gondol újrakezdésnek. Levente, kérek szépen egy évet, egy hónapot és egy napot, amennyire pontosan megy. Hát én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy én mit tartok a magam vagy a magunk szempontjából jónak a rendelőben. Én úgy gondolkodtam, hogy a következő két hétben, függetlenül attól, hogy most jött egy új rendelet, én szeretném tartani az eddigi gyakorlatot. Mert úgy gondolom, ahogy Gáspár tanár úr is említette, hogy itt még ki kell kristályosodjon a mit és hogyan. Tehát én egyrészt ugye az a válasz, hogy biztos, hogy nem térnék vissza hétfőtől, sőt a következő két hétben sem a régi kerékvágásba, sőt nem is igyekszem megközelíteni. Én egyelőre azt gondolom, hogy a legjobb maradni a március közepe óta tartó gyakorlatnál. Optimista voltam olyan szempontból, hogy nyárára, tehát júniustól már vannak tervezett időpontok, ugye ahova halasztottunk pácienseket, azzal, hogy meglátjuk, hogy mi a helyzet, és a tervezett kezeléseket én akkor szeretném megpróbálni. Ugye volt még egy kérdés, hogy vajon a régi rendszerben mikor térhetünk vissza 100%-osan. Én ezt úgy tenném fel egyrészt, hogy először mikor térhetünk vissza, mert azért lehet ám, hogy itt lesz még szigorítás. Tehát ebben se lehetünk biztosak, mert nem feltétlenül zajlott le ez a történet. Most egyelőre úgy tűnik, hogy uraljuk, hogy nincs nagyon nagy baj, de még lehet. Tehát ezért is óvatosnak kell lenni egyrészt, és lehet, hogy úgy igaz a válasz, hogy lesz olyan, hogy megpróbáljuk közelíteni a régi rendszert, majd aztán újra vissza kell vegyünk be. Illetve én bennem az is fölmerült, ugye én dolgozom nagyműtőben is rendszeresen, és úgy is fölmerül bennem a kérdés, hogy akarunk visszatérni a régi hiányos rendszerhez. Mert megmondom őszintén, nekem nagyon szimpatikus az, hogy ha fokozott az infekciókontroll, és közelíti a rendelőben való dolgozás és munka azt, ami egy teljes csíramentességű műtéthez van. Tehát én azt gondolom, hogy erre azt válaszolnám, hogy én a magam részéről sose szeretnék oda visszatérni, visszalépni annyira, hogy mindenféle védőeszközt, amit most bevezettünk, meg protokollt kivezetek. Sőt, el tudom azt képzelni, hogy azt mondjuk a fogorvosi rendelőknek, hogy
adott esetben két asszisztensnővel kell dolgozzon az orvos az eddigi egy kötelező helyre. Ugyan, mert sokkal-sokkal könnyebb megvalósítani az infekciókontrollt egy ilyen aprósággal is. Ez sem olcsó, de egy nagyon hatékony. Ezt akartam kérdezni, hogy erre Gáspár doktor tett is egy óvatos félmondatot, egy utalást, hogy ez egy 15%-os azonnali költségnövekedést fog jelenteni. Most azt nem teljesen jól értettem, hogy ez a paciensek számára 15%-os költségnövekedés, vagy a... Igen, akkor látom, hogy bólogat. Tehát, hogy magyarán bármilyen árlistát láttunk eddig, azt egészen bátran felszorozhatjuk ezzel a 15%-kal, mert ez a bizonyos infekciókontroll, ez ezt hozza magával. Jól értem akkor ez, Gáspár doktor? Igen, annyit szeretnék hozzászólni, hogy én 92 és 98 között a Honvéd Kórházsebészeti Osztályvezető főorvosa voltam, ahol Levente is dolgozik, és egyben katona és katasztrófa orvostamból is leszakvizsgáztam, és a Leventéhez, ha kérdezett, hogy mit fog csinálni ezek után hétfőn, de ő nem tudja hova tovább küldeni a beteget. Szóval az a végállomás, honvédkórház szájsebészeti osztály, az végállomás, tehát ott meg kell oldani, azokat a körülményeket biztosítani kell, ami szükséges, majd fokozatosan ez ki fog alakulni nyilván, és azt tudom mondani arra a kérdésre, hogy a régi rendszer mikor fog visszatérni, és Leventével egyetértek, soha nem fog visszatérni. Tehát ez a fokozott higiénia, ez biztosan szükséges lesz, ez most beléptünk egy új szemléletmódba, ebből visszalépni egészen biztos, hogy nem lehet, lehet, hogy lesznek kompromisszumok az első időszakban, de teljesen visszalépni a régi rendszerbe úgy gondolom, hogy nem lehet. Ahhoz, hogy egészen pontosan kialakuljon ez az új szisztéma, ez az új működési rend, ehhez idő kell. Tehát azt gondolom, hogy a legközelebbi dátum az egy hónap múlva, amikor már újra érdemes leülni, újra végig gondolni, és a következő egy-két hónapra előkészíteni a teendőket, és utána újra előkészíteni. Ez a járvány is, ha csak erről az egy járványról beszélünk, nagy valószínűséggel ennek a hullámai vissza fognak jönni. Szlávik János is elég nagy valószínűséggel jelezte, hogy ilyen farkasfogszerűen szeptemberben, novemberben, januárban várható, hogy valamennyi visszajön belőle most, ha meg is ússzuk a nagyobb károkat és a nagyobb betegszámot, akkor is azzal nem lehet számolni, hogy ez teljesen el fog múlni, és soha nem jön vissza. Sajnos ezzel számolni kell, és úgy kell fölkészülnünk, magunkat úgy kell felkészíteni, hogy ez itt lesz hosszabb ideig. Kérdezem tisztelt Anikót, hogy a kamarában vannak ezzel kapcsolatban tervek, hogy ezeket a protokollokat hogyan fogják majd megfelelő módon bevezetni az állami ellátásba? Vagy gondolkodtak már ezen? Vagy volt ezzel kapcsolatban egyeztetés a kormányzattal, vagy az operatív törzsel? Tehát önök között van folyamatos együttműködés? Hát azt tudom erre mondani, hogy ugye a szakmai kollégiumoknak a feladata, hogy kidolgozzák a szakmai protokollokat. Tehát nyilván, hogy ezt nekik kell megtenni. Ugye minket, hangsúlyozom, mint kamara, most ez derültékből villámcsapásként ért, tehát szerdán még erről így nem volt szó, hogy hirtelenében ez megvalósult, tehát nem tudok erre mit mondani, mert nyilván, hogy ezzel foglalkozni kell, és mondjuk egyébként nem csak a fogászat szintjén, hanem minden egyes egészségügyi ellátás szintjén. Tehát úgy, ahogy a fogászatot is érinti, ez érinteni fogja a fülorgyégészeket, a pulmonológusokat, a házi orvosokat, tehát ugye a házi orvoshoz is be fog menni légúti infekcióval beteg. Mondjuk az más kérdés, hogy nekik nagyobb lehetőségei vannak, hogy távdiagnózissal, meg ugye telefonon keresztül egy csomó mindent elintézzenek. Hát sajnos a fogászatban ott elengedhetetlen a betegnek a megjelenése, tehát mi nem tudunk enélkül működni. Én ezt egy nagyon elhibázott és elhamarkodott döntésnek tartom, hogy most május 4-én így vagy úgy valamilyen szinten el kellene, hogy induljunk. Ez nem fog menni. Hát hangsúlyozom, a szakmai kollégiumoknak kellene kidolgozni olyan javaslatokat, és az egy dolog, hogy kidolgoz esetleg javaslatokat, de a másik kérdés meg az, sajnos megint vissza kell utalnom arra, hogy mi sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint a magárendelők, mert egy magárendelő azt mondja, hogy most akkor eddig csináltam 10-15 ezer forintért mondjuk egy fogtömést, akkor most majd 17 ér vagy 20 ezerért fogok csinálni,
mi nem tudunk a NEAK finanszírozáson változtatni. Tehát nekünk annyi, amennyi, amit kapunk, és ezekből egyszerűen nem tudjuk kigazdálkodni, még a védőfelszereléseket sem, nem, hogy még esetleg más. Nekünk például az én gépemen, ami egy önkormányzati gép, még exhaustor sincsen. Nincs exhaustor. Úgyhogy nem tudok mit mondani, fogalmam sincsen, tehát ez súlyos-súlyos finanszírozási kérdés. Hát akkor mondhatjuk, hogy az az állítás, hogy sosem térünk vissza az eredeti állapotba, akkor ez hangsúlyozottan igaz. Persze, hát mindenki belátja, hogy nem lehet visszatérni, tehát nem csak a fogászatban, az egészségügy teljes szegmensében nem lehet visszatérni az előző állapothoz. Tehát csak ez ugyanúgy, ahogy a kórházakat, járóbeteg szakrendelőket fogja érinteni, mert ott is egy egész másfajta infekciókontrollt kell betartani, tehát egy kiemelt infekciókontrollt. A fogászat meg sajnos egy hatványozottan veszélyes terület. Tehát egy kiemelten magas kockázatú terület, ugye a fokozott aeroszol képződés miatt. Az árszókat kérném el mindenkitől. Engem meglepett, bocsánat, még egy mondat ebbe az intézkedésbe, ami kijött. Az, hogy ugye gondolom többen olvasták, hogy az ilyen és ilyen rendelet hatályát veszti pont. Én gondoltam, hogy ugye jönni fog előbb-utóbb, most kicsit úgy érezzük előbb egy lazítás, de én arra számítottam, megmondom őszintén, hogy ez olyan lesz, hogy az alábbi feltételeket megvalósítani tudó rendelők számára engedélyezett a működés. És az pontosan azt jelenti, hogy ilyen és ilyen berendezés, protokoll, stb. Tehát nekem az egy picit furcsa, hogy az engedély előbb megjött, mint a protokoll, ami alapján jól meg tudnánk ezt valósítani. Persze mindenkinek vannak érzései, hogy mint lehetne, de és aztán ugye egy következő szintű probléma, hogy az államilag finanszírozott ezt hogy lehet bevezetni, mert a magánba könnyű, mert ha van pénz a rendelőnek, megvesszük, megvalósítjuk, csinálni. Tehát én nagyon várom és számítok arra, és kollégákkal sokat beszélgetünk, hogy kikristályosodjon az, hogy mi az, amit tényleg össze kell szedni ahhoz, és a munkamenetbe meg kell valósítani berendezéseket, gépeket, mármit nevezzük infekciókontrollnak, hogy ezzel ne okozzunk kárt. Zárszónak a Gáspár doktori lehetőség, hiszen a május 9, jól mondom a dátumot? Ugye? Május 9-i képzésen kifejezetten ezekre a kérdésekre igyekeznek válaszolni, amiket most Levente elmondott, és tett egy ígéretet arra is, hogy amit Anikóval beszéltünk, hogy ennek a finanszírozási oldalát hogyan lehet megvalósítani, ez is majd szóba kerül. Úgyhogy akkor most Gáspár doktori a zárszó. Hogyan tovább? Mi lesz hétfőtől? Hát azt gondolom, hogy egy felkészülési időszaknak kell kezdődnie, minden jel erre mutat, akár a közfinanszírozott rendelőkben, akár a magárendelőkben, akik már működtetik a sürgősségi fogászati ellátásnak a rendszerét, és felkészültek az overára, meg a pleximaszkra, meg a elszívókra, azok egy magasabb szintről indulnak, akik pedig még a március 15-e előtti állapotban kénytelenek indulni, azoknak egy hosszabb felkészülési időszak kell. Ehhez úgy gondolom, hogy mind a szoftver része, mind a hardware része szükséges, tehát nem csak a gépeket kell megvenni, hanem az oktatás is szükséges, a viselkedés nagyon szükséges. De azt kell mondanom, hogy olyan a jelenlegi rendszer nálunk, hogy egy kísérő van a beteg mellett, aki a belép a recepcióra, már hőmérőzik, ráadja a maszkot, ráadja a köpenyt, kísérő kíséri a recepcióhoz, kitölti a COVID kérdőívet, kikölti az anamnézis lapot, egy kísérő kíséri be, hogyan kell bemenni a rendelőbe, hogy mihez nyúlhat, mihez nem nyúlhat hozzá, hogyan üljön le a székbe, akkor leveszi a maszkot. Tehát ez egy elég bonyolult rendszer, és mi két széken, két rendelőben dolgozunk, az egyik rendelőben megy a kezelés, a másikban a fertőtlenítés, és utána cserélnek, mert különben valóban betegenként 60-90 perc egy átlagos kisebb kezelés, tehát ezt úgy lehet jobban megvalósítani, ha két rendelő áll, és a Levente, amit mondott, két asszisztensnőkkel valóban, az egyik fertőtlenít, előkészít,
sokkal-sokkal több előkészületre, sokkal több anyagra, eszközre, védőeszközre van szükség, tehát ez egy egészen más világ köszöntött be március 15-e után, úgyhogy mi a május 9-i tanfolyamon a lehetőségek szerint a legtöbb kérdésre szeretnénk választ adni, a jogi részét amennyire lehet szeretnénk szintén tisztázni, és aki ebben a kérdésben szeretne egy lépést előbbre lépni, a gmcoktatás.hu weboldalon tud jelentkezni, és remélem, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy előrelépjen mindenki a saját rendelőjét tekintve. Nagyon szépen köszönöm a beszélgető partnereimnek, hogy megosztották a gondolataikat, dr. Kárász Anikónak, a MOK főtitkárának, fogorvosnak, dr. Gáspár Lajosnak, a Gáspár Dentál tulajdonosának, aki egyébként igazságügyi szakértő is, és mint hallottuk, egy picit mindig igyekszik előttünk járni, dr. Sidó Leventének, aki szájsebész, szakorvos, implantológus, és egy kicsit bevezetett minket a Magyar Honvédség Központi Honvéd Kórházának a rejtelmeibe, és hogy kicsit láthattuk, hogy a fronton mi történik. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy velünk tartottak, és természetesen fogjuk folytatni ezeket a beszélgetéseket, hiszen nincs még vége, ha úgy tetszik, akkor ha a java még most jön, még sok minden van hátra, hogy visszatérjünk, ha nem is az eredeti kerékvágásba, de egy élhető új jövőbe. Köszönöm még egyszer a figyelmet, viszontlátásra! Köszönöm.